Sziasztok, Uniker vagyok, ez pedig a Hiányzik a Hip-Hop, ezért beszélek róla, Rap the Rap, és a mai adásban három előadóról lesz szó, aki nem más, mint SM, Lil G és Mr. Mish, úgyhogy tartsatok velem, érkezek már érdekességgel. Lázadj fel, lázadj fel, ha nem tetszik a mese, hoppa, lázadj fel. Hát SM elég termékenyen indította ezt a 2021-es évet, ha jól számoltam, eddig ez a harmadik klipje, ami nem más címet visel, mint a régóta. Én már régóta elvesztem, és nem kell senki, hogy kimentsen. A mélység nyúl, értem, hogy ellopjon, itt érzem már magamat otthon. Isten igazából nem szeretnék most abba belemenni, hogy ez miről is szól, hogy szól, merre szól, ez sem. Tudjuk nagyon jól, hogy már megvan a minőség. Sokkal inkább felkeltette a figyelmemet és az érdeklődésemet az, hogy kommentben, akár a YouTube videó alatt, akár csoportokba, közösségekbe, de hát inkább csoportokba, nagyon sokan megszólták azt, hogy már ez sem unalmas. Állandóan a régi szövegek, semmi újdonság, mindig ugyanaz a séma, mindig ugyanaz a tartalom, és mindig ugyanaz a mondani való. Úgy érzem, hogy lehúzom mélybe, ott vagyok, mégsem érek részbe. Lassan lebomlanak a szép emlékek, meg fejtetetlen vagyok, és szépen élek. És itt villant be nekem az a tipikus, szokványos, megszokott probléma, hogy most akkor az embereknek, a hallgatóknak mi a jó. Ugyanis, hogyha egy előadó nem újít, hanem mindig ugyanazt hozza, akkor rásütik, hogy nem tud fejlődni, unalmas lett, nem tud újat hozni. Ha pedig megújul, kipróbál újdonságokat, akkor meg ráhúzzák, hogy eladta magát. Kívánjatok sok jót, rosszat, szépet, lent maradok, majd integetek a gépnek. Több száz szál sug a fülembe, hogy térj meg, nem megyek körétek, nem lesznek kötelékek. És tényleg az ember már nem tudja eldönteni, hogy a közönségnek, a hallgatóságnak úgy Isten igazából mi a jó, és ez egy örök mókuskerék, mert ha változtatsz, próbálgatsz, kísérletezel, eladtad magadat, a régi volt jobb, ha pedig nem változtatsz semmin, akkor rácsütik, hogy már unalmas vagy, nem tudsz újat mondani, nem tudsz újat hozni. Tehát Isten igazából az ember nem tudja eldönteni, melyik ujját is harapja meg. A gyengék könnyen mindig a földre cseppen, az érzéseket magamban megöltem csempben. Úgyhogy ez továbbra is egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, én úgy gondolom, és mindig oda lyukadok ki, hogy lényegében nem lehet megfelelni senkinek. Tehát nem tudsz olyan zenét, olyan tartalmat gyártani, ami tényleg minden egyes embernek tetszeni fog. A megjátszások fel az égig kusznak, de ha már is kus van, egy magunkat csúsznak, itt a házam, nézd meg. Végtelen a birtok, régen elkéstetek azzal, hogy kinyíltok, minden lábnyom bomba. Felete ostrom, ez a sorsom, itt vagyok otthon. Ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, úgy Isten igazából. Én úgy gondolom, hogy megújulni kell, frissülni kell, változtatni kell. Régen, ugye egy nagyon rossz példát mondjak, milyen jó telefonnak számított a Nokia 3310-es. Na, most érted, most valaki előkap egy olyan telefont, így nézel rá, hogy mi van. Tehát mindig kell egy kicsit újulni, kicsit haladni a korral, kicsit változtatni, de hát ez az én véleményem. Aztán ezt mindenki maga dönti el. Én már régóta elvesztem, és nem kell senki, hogy kimentsen. A mélység nyúl, értem, hogy ellopjon, itt érzem már magamat otthon. Visszatérve egy kicsit SM-nek a idei munkásságára, ugyebár említettem, hogy három videóklip jelent meg ebben az évben, és ebből volt egy közreműködés, ami a GINO-val történt. Nos, én ebben a klipben minden szempontból csalódtam. Én úgy gondolom, hogyha két ilyen kaliberű MC közreműködik, annak egy sokkal nagyobb hatású videoklipnek, sztorinak kéne lennie. Picit úgy éreztem, hogy gyorsan megírta mindenki, aki szövegecskét az utcán sétálva, autók előtt, haverok előtt állva elmondtuk a mondandónkat, és csókolom. Én egy kicsit többet várnék egy ilyen produkciótól. Bízom benne, hogy a jövőben lesznek még hasonló közreműködések, ám de nagyobb kreativitást belefektetve ezekbe a videoklippekbe, vagy ezekbe a történetekbe, de hát ez csak az én személyes véleményem, nem kell természetesen egyet érteni. Viszont itt egy másik párosunk, aki nem más, mint Lil G és Norbov. Nem csillapodnak a gondolatok, a fejemben túl nagy a zaj. Fáj minden, nem lassan halott vagyok, nem tudom, mi most a baj. Ebben a videóklipben külön kiemelném a képi világot, amit Hőnadi, Digridi, kedves barátom készített.
Dávid egyre ügyesebben bánik a kamerával, egyre többet fejlődik, és egyre szép és művészibb képi világokat tud megvalósítani. Nem csillapodnak a gondolatok, a fejemben túl nagy a zaj. Válj, mindenem lassan halott vagyok, nem tudom, mi most a baj. Ennyit az ingyen reklámról. Itt sem mennék bele most a tartalomba, annyit hozzáteszek, hogy ebben a zenében nekem Lil G vitte el ezt az egészet, mind az ő részét illetően, illetőlegesen mind a refrént illetően. Egyébként elkövettem azt a nagy hibát, hogy este hallgattam meg lefekvés előtt, és a refrén dallama olyan szinten beletapadt az agyamba, hogy másfél órán keresztül ez zakatolt a fejembe, és már nagyon-nagyon teli volt vele a hócipőm. Úgyhogy köszönöm szépen! Hangosan hallom a szívverésem, segítséget kellett most már kérnem. Tudtam, hogy egyszerre fogsz jönni értem, és nem hagyod, hogy elveszek a sötétben. Viszont számomra, aminek nagyon nagy érdekessége volt az, hogy én egyik nap láttam erről a klipről egy beharangozó kis posztot, amit a már említett Hőna D. Digri D. kameramen rakott ki, hogy készül az új munka, és meg volt ott jelölve benne a Lil G, illetőlegesen Norbov. Én akkor tudtam, akkor szereztem elsőnek információt arról, hogy érkezni fog még egy klip, vagyis ez a közös klipjük. Nem fogom még egyszer végig járni azt az utat, ahol meg kellett állni. Nem fogok már a boldogságra várni, elfogadom, néha meg kell hátrálni. És utána jött számomra a hideg zuhany, talán még aznap este láttam egy olyan kiírást, hogy ez a formáció most felbomlik, megszűnik, és nem lesz több munka. Számomra ez nagyon-nagyon szívbevágó volt, ugyanis előtte pár órával láttam azt a posztot, hogy jön a közös cucc, és úgy tűnt, hogy minden rendben van. És igen, egyre jobban megerősítést nyert az az információ, hogy a Lil G és Norbov külön válnak. Kiállok magamért, mindig így tettem, nehéz volt sokszor, de mégis erőt nyertem. Tudtam, hogy a jóért tovább kell mennem, nem adtam fel, de megtört a lelkem. Most itt nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ki mire fog jutni egyedül. Én úgy gondolom, hogy Lil G-nek már fel van építve az a bázisa, amivel ő vígan tovább tud menni, viszont hozzáteszem, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jól működő formáció volt, én kedveltem a munkásságukat, és nekem hiányozni fog ez a kooperáció, ez a közös együttműködés. Viszont ami még nagyon nagy kérdőjel, hogy Norbov mire fogja vinni egyedül, milyen irányba fog elindulni, esetleg kivel fog elindulni, és ez igaz Lil G esetében is, hogy kivel fog a továbbiakban haladni az úton, egyedül, vagy megint összeáll valamiféle formáció. Fejbe kinyírtam most a legtöbb gondom, jobban leszek egyszer, mindig ezt mondom. Én őszintén megvalva sajnálom, hogy ez így véget ért. Nem tudom, hogy mi lehet a háttérben, láttam, hallottam egy-két dolgot, de ugyebár tényszerűen ezek nem lettek megerősítve, valamiért megromlott ez a barátság, és ezért szétválnak az utak. Amíg nem mondtam volna ki, én most kimondom, akármi fáj, én azt magamba folytom, inkább bemész, ne kelljen panaszkodnom, ne kelljen senki lelkébe kapaszkodnom. Én csak azt tudom elmondani, hogy tényleg sajnálom, mert szerintem nagyon jó kis formáció volt, de kíváncsian várom, hogy külön-külön utakon ki merre fog elindulni, és ki mit fog elérni. Én drukkolok mindkettőjüknek, de még azt sem tartanám kizártnak, hogy esetleg egyszer rendeződik ez a viszony, és folytatódik ez a közös együttműködés. Hát sok sikert kívánok mind a két előadónak. Nem csillapodnak a gondolatok, a fejemben túl nagy a zaj. Fáj minden, nem lassan halott vagyok, nem tudom, mi most a baj. És el is érkeztünk egy nagyon nagy visszatérőhöz, egy igazi botrányhőshöz, aki nem más, mint Mr. Mish. Hát ez annyiban érdekes, hogy Mr. Mish már egy éve nem tett ki semmit a YouTube csatornájára. Amit szeretek megöl. Mr. Mish az elmúlt egy évben szüneteltette egy kicsit a pályafutást, de ettől függetlenül botrányoktól hangos Insta live-okat, illetve YouTube live-okat és hasonló live-okat vagy képi anyagokat láthattunk róla, tőle, tehát mondhatni, hogy egy igazi botrány hős életet élt az elmúlt egy évben. És
most visszatért ezzel a dallal, amelynek az elején felhívták a figyelmet arra, hogy a stroboszkóp által keltett fényhatások és vibrálások a fényérzékenyek számára problémát okozhatnak. Tudom, hogy szeret meg a... Egyébként nem volt butaság, hogy erre felhívták a figyelmet, és ez egy valós veszély, ugyanis régebben egy Dragon Ballhoz hasonló mesében volt egy olyan jelenet, amikor felrobbant valami tűzgömb, és annak következtében a fellépő vibrálás és fényhatásoknak köszönhetően a tévé előtt lévő gyerekek közül nagyon-nagyon sokan epilepsziás rohamot kaptak. Most itt sem mennék bele különösebben a videoklip témájába, egyébként nagyon szép művészi megjelenítések vannak benne, eléggé szokatlanra sikerült legalábbis számomra, és én inkább azon gondolkoztam el, hogy milyen érdekes, hogy Mis egy éve nem adott ki semmit, és mégis kapásból a felkapottak között landolt pár óra elteltével, mert már akkor több mint 100 000 megtekintés volt rajta. És tényleg milyen érdekes, hogy a csávó egy évig körülbelül nem csinált semmiféle zenei munkásságot, és mégis annyira várják és annyira szeretik az ő zenéit, illetve a megjelenéseit, a tartalmait, hogy kapásból ráugranak. Amit a legjobban szeretek, engem most tönkretesz. Mert nagyon sok előadó fél attól, hogyha időközönként havonta, két havonta legalább nem tesz ki egyetlen egy zenei anyagot vagy videoklipet, akkor a feledés homályába merül, és lejjebb csúszik a ranglétrán, illetőlegesen az esetleges követői elfordulnak tőle. Ennyi év után mondnak, hogy miért büntetsz. Mis meg egészen egyszerűen megengedhette magának azt, hogy kihagyjon lazán egy évet. Igaz, hogy azok nem voltak botrányoktól mentesek, nyilván ezzel tartotta magát egy bizonyos szinten, de amint kiadott egy zenét, kapásból mindenki ráugrott, és minthogyha mi se történt volna, minthogyha nem is telt volna ez az egy év, hanem csak egy hónap, két hónap, ugyanúgy ováció övezte őt. Nemrég magasan szálltunk, zuhanunk le. És Misre lehet akármit mondani, de az tény, hogy amit ő így felépített, és amilyen rajongást tudja, vagy érdeklődést tudja őt körbevenni, azt azért nem könnyű elérni. Én úgy gondolom, hogy az ember életével, vagy magával az emberrel, a személyiségével, a jelenségével ennyire foglalkozzon, és akármit lehet róla mondani, de ezt nem lehet tőle elvenni. Egyébként itt nekem egy Junkies zenei szöveg jutott az eszembe, hogy látod, ez kell a népnek, cirkusz és kenyér, s ami a lényeg, bűnbakháború, új remények, boldogok a lelki szegények. Szabadulhatsz meg a sorsod elő, mert ha valamit ennyire szeretsz, akkor az biztosan egyszer megöl. Kíváncsian várom, hogy Mis most mennyi időt fog kihagyni, vagy mikor jön a következő zenei tartalma, vagy hogy most mi fog történni a jövőbe. Ennyi lett volna most ez a kis videó, ez a kis helyzetelemzés. Köszönöm szépen, ha megtekintetted, ha tetszett, nyomjál rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és találkozzunk legközelebb is. Legyetek jók, ha tudtok, és szeressétek a rappet. Sziasztok!